A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adás sorozatunkban végtelen szeretettel és tisztelettel Gánti Bencét köszöntöm a stúdióba. Szia, Bence! Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket is. Aki még nem látta nálunk a Bencével készült korábbi beszélgetést, elmondom, hogy ő egy integrál pszichológus, klinikai szakpszichológus, mindezek mentén és erre alapítva pedig egy olyan szellemi segítő itt a világunkban, aki szerintem nem kevesebbet, mint egy ilyen új világ megteremtését tűzte ki célul, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt az Integrál Akadémiát megalapítottad, mert sokan vagyunk az úton, és akik az úton vannak, szerintem rá kell, hogy jöjjenek, hogy a pszichológia mindennek az alapja, az alfája és az omegája, legalábbis ami az emberi létezésünket, az emberi tudatunkat illeti. És nem csak a tudomány, nem csak a tudás oldaláról nagyon fontos ez, hanem szerintem nem veszélytelen az út, és amíg ez a pszichológiánk úgymond nem egészséges, nem teljes, nincsen rendben, nincs a helyén egy csomó minden benne, addig nagyon sok minden veszély is fenyeget ránk, és amikor valaki a Bencék területét, az Integrál Akadémiát keresi fel, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy fokú biztonság is, egy biztonságos háttér, egyfajta serpa üzemmód, egy segítő üzemmód is ott van, és ez sokkal könnyebb nyílást tesz lehetővé. És olyan keveset tudunk rólad, Bence, és nem tudom, hogy lehet-e arról szó, hogy egy pár mondatban elmond a nagy az útjaidat neked, a kereső szakaszt, miket találtál, voltál-e barlangban, voltál külföldön, spirituális szinten is nagyon sok tevékenységed van, nagyon integrált módszert hoztál ide be Magyarországra, és hogy itt most mi történik. Tehát ez tudom nem rövid, de végül is ilyen a fő pontokba, tehát hogyha így meg kellene említeni azokat a talpazatokat, amiket most már lehet, hogy csak így végigugrálnál, ami nyilván nagyon hosszú út vezetett közötte is. Picit mutatkozz be, kérlek. Jó, jó. Voltam barlangban egyébként, és elég hamar rájöttem, hogy ez nem egy ideális megoldás. Mert ugye egyrészt hordozunk a fejünkben ilyen spirituális ideálokat és történeteket, hogy a hiteles ember elvonul és barlangba vonul, és másrészt meg van egy való élet, meg a 21. század. Bár én a 20-ba kezdtem, a 90-es évekbe, és a spiritualitásba 21 évesen kerültem bele, a pszichológiába 17 évesen, tehát én 17 éves korom óta vagyok ebbe, és csak ezt csinálom. Most 49 vagyok, úgyhogy ki lehet számolni, hogy az 30 hány év. Úgyhogy, de ez egy nagyon nehéz út volt, tehát hogy mire kialakult az Integrál Akadémia 2006-ban, azt ugye megelőzte már egy több mint 10 éves belső útkeresés annak a gyönyöreivel, szépségeivel, meg a kínjaival és nehézségeivel. A gyönyörök, szépségek, kínok és nehézségek a mai napig fennállnak az életembe. Tehát azt gondolom, hogy attól, mert pszichológiával foglalkozunk, vagy spiritualitással, az egész életünkben ez meg lesz. Tehát abból is ki kell jönni, hogy idealizáljuk a spiritualitást, meg a spirituális tanítókat és magunkat. Az egyik probléma, amit látok, hogy a spirituális és pszichológiai emberek ideálokat vesznek magukra, például, hogy egész nap tudatosnak kéne lenni, mindig szeretni kéne, nem kéne agresszívnak lenni, és ezek nem valósak. Tehát nincs olyan ember, aki egész nap, minden nap tudatos lesz, és nem lesz benne düh érzés, és csak szeretni fog, hanem mi a reális? És engem ez érdekelt egyébként a kezdetektől fogva, hogy mi az igazság, mi a reális. Az igazság nem csak olyan értelemben, hogy mit mond a jógi, hogy mi az igazság,
hanem olyan értelemben, hogy a ténylegesen útonjáró és megvalósulást hordozó emberek hogy élnek. Úgyhogy én tanítványa lettem két személynek, egy férfinak és egy nőnek, a férfi a Honti László, a nő a Brigitte Wingelmeier, ő egy osztrák szufi és sámán tanító, és mind a kettő mellett eltöltöttem 6-8 évet, és egyébként abban az időszakban én voltam az egyik szervezője a Vipassana kurzusoknak, a Goenka kurzusoknak, akkor a Satyananda Jóga Akadémiában is benne voltam egy évig, mint tanuló, és akkor ott is segítettem egy kicsit. És hát jártam ugye Ázsiába 10 éven át, Indiába, Burmába, Tajföldre, megismertem az ottani kolostori életet, ott is elvonultam, és mindig egy együttérzésem volt, tehát most is ezt képviselem, mint integrál, hogy én nem várom egy lámától, hogy csak spirituális legyen. Én nem várom egy sámántól, hogy mindig spirituális legyen. Eleve nem vártam, hanem meg indián tanítóm is volt Észak-Amerikából, tehát hogy, hanem mindig együtt éreztem, hogyha láttam a hétköznapiságukat. Volt, amikor egyébként Tuvába elmentem sámánokkal ismerkedni, ugye Szibériába, és ott is annyira jó volt, hogy rájöttem, hogy a sámánokról hordozott képünk micsoda, ugye Hoppá Mihály könyvén nevelkedtünk, hogy a sámán az, aki sámán ruhában van, fejdíszbe, és transzba van. De abban nem gondoltunk bele, hogy reggeltől estig így van, és hétfőtől vasárnapig sámán ruhában van, és transzba van. Nem. A szertartás 1-2 órája alatt fölveszi, utána lerakja, és barna bőrcipőben, susogó melegítőben megy a közértbe vásárolni, majd hazamegy, és éli a hétköznapi életét. Úgyhogy az integrálban benne van ez is, hogy mit jelent ez a szó, azt is jelenti, hogy a pszichológia és a spiritualitás integrációja, de benne van az is, hogy hogy lehet a 21. században egy reális, valós pszichospiritualitást élni az idealizáció helyett, mert az idealizációval kínozzuk egymást és magunkat. Tehát elvárjuk egymástól, hogy nem vagy tudatos, nem, itt egy játszma, és akkor hibáztatjuk egymást, és magunkkal is így vagyunk. És ha már ezen túljutunk, hogy a spirituális kvalitások és elveket nem kényszerítjük magunkra és egymásra, hanem lájtosan, könnyedén vesszük, és örülünk, ha mondjuk 30%-kal jobb emberré váltunk az életünk alatt. Nem kell 100%-ba, ugye, hanem ha 30, az már egy nagy siker, vagy teljesítmény. És ugye mit szoktak csinálni ma az emberek, az, és ehhez már pszichológia kell, amit most mondok, spirituális perszónát alakítanak ki, és ezt nem veszik észre. Azt jelenti a spirituális perszóna, hogy megtanulom, hogy milyennek kéne lenni a darmám szerint, az ösvényem szerint, milyen a jógikus lét, milyen a, mit tudom én, keresztény lét, milyen a misztikus lét, milyen a sámánikus lét, milyen a hiteles ember, és igyekszünk olyanná válni és kiküszöbölni, ami nem olyan, de hogy egy mélyebb hitelesség az emögött van, és a mélyebb hitelességet azt nem így lehet elérni, hanem önismereti pszichoterápiával lehet elérni. Ez, amit mondok, erre már a 70-es évektől rájöttek nyugaton, tehát azért itt van egy szakma, ugye a pszichológia szakmája, és annak több iskolája van. És a 70-es évektől megszületett a transpersonális és integrál pszichológia, ami a spirituális fejlődésre fókuszáló pszichológia. Tehát amit az emberek hisznek, hogy Freud, az egy nagyon régi pszichológia, és érvényes, fontos, ma is használandó alaptételeket és technikákat tartalmaz, viszont azon túl kifejlődtek azok a pszichológiák a szakmán belül, amik a spiritualitással foglalkoznak a 70-es évek óta, és azóta ez téma. Azóta ez téma, tehát lehet, hogy valaki ma hallja tőlem először, vagy az integrálon áthallja, de jó, ha tudjuk, hogy ennek már egy 50 éves múltja van nyugaton, ennek a újabb felébredésnek, hogy ahhoz, hogy hitelesen tudjunk az úton járni, és hiteles személyiségek legyünk, ahhoz nem elég csak a keleti tanokat és a spirituális gyakorlást végezni, hanem önismereti terápia is kell hozzá. Úgyhogy az én saját utam is ezen ment végig, és most is megy, tehát nincs vége az én belső utamnak, de nyilván volt egy intenzívebb, formatív időszaka, amikor csak tanuló voltam, és csak kliens voltam, és csak gyakorló voltam, 10 évig, miatt bármit elkezdtem csinálni az embereknek, és aztán elkezdtem az embereknek ugye adni dolgokat, de mellette megmaradt az én belső utam, ma is vannak rájövéseim, amit lejegyzetelek,
ma is van, hogy elmegyek terapeutához adott szakaszokon, és ott átdolgozok dolgokat, mert kell az a reflektív tér, ahol van egy profi másik, aki ki tudja belőlem hozni a dolgokat, és ahol végtelen igazmondás és szabadság tud lenni. Úgyhogy terápiában nem csak akkor megy az ember, ha baja van, tehát ez egy régi idejét múlt elképzelés, hogy pszichológushoz vagy terapeutához az megy, aki mentális beteg, és a pszichológus majd segít őt normálissá tenni. Ez is van, amit most leírtam, én ezt úgy hívom, hogy a betegből normálissá szemlélet. Tehát az első pszichológiai korszak erről szólt, hogy azért jött létre a pszichológia, Freud, Jung, kognitív pszichológiák, hogy a mentális zavarosokat segítsük normálissá válni. De a 60-as években rájöttek az emberek, a 60-as évek kulturális forradalmába, hogy a normálisnak nevezett ember egyszerű szép angolsággal full of shit. Ez azt jelenti, ugye, hogy tele van problémákkal. Amit normálisnak hívunk a klasszikus pszichológia szerint, az tele van játszmával, hiteltelenséggel, szorongással, stb. Csak ezek nem érik el azt a szintet, ahonnan a klinikai lenne, ahonnan mentális zavar lenne, ezért nem is figyelünk rá, ez normális, ő maga elcsinálgatja magát, éli az életét jól. Viszont az emberek halálra kínozzák egymást a párkapcsolataikban, nyilván kicsit túlzva ez a halálra kínozza, de úgy értjük a metaforát, hogy sok szenvedést okozunk, és sokkal jobbak lehetünk emberek. Tehát az emberben levő felső potenciál, a magasabb tudatszintekhez tartozó finomság, empátia, intuíció, spiritualitást, ugye, ha az életünkben meg akarjuk valósítani, az egy sokkal jobb emberi lét mindenkinek, és ez a normálison túl van, úgy is szoktuk mondani, hogy posztkonvencionális, tehát a konvencionális, normális életen túli, posztkonvencionális lét, amit a pszichológia szakma úgy ismer, hogy a felnőtt fejlődés későbbi szakaszai, the later stages of adult development, amire a 70-es évek óta kutatások vannak. Tehát azóta van egy ilyen fordulás, hogy a pszichológia a normálistól a kiteljesedett felé is hivatott segíteni az embereket, sőt a normálistól a kiteljesedésen át a spirituális felébredésig hivatott segíteni, és hogy ha alkalmazzuk a önismereti terápiás módszereket, technikákat erre a célra. Úgyhogy az integrál szemléletben a teljes spektrum benne van, tehát lehet segíteni a mentális zavarosokat normálissá, de lehet a normálisokat segíteni a kiteljesedésbe és a felébredésbe, és ettől is integrál, hogy a teljes spektrumot ismerjük, látjuk és segítjük. Honnan indult el az Integrál Akadémia tudástára? Milyen módszertantól indultál? Szerintem azért elég komplex, hát a nevében is, ahogy benne van, ugye integrálja a dolgokat, és nagyon jól rálát gondolom arra, hogy mi folyik itt körülöttünk. Igen. És van-e valami, amit kizár az Integrál Akadémia, vagy van-e valami szemlélete, hogy mi az az eszköztár, amit igenis beépítettél ebbe a komplexitásba? Igen. Ugye egy több kérdés feltettél, az egyik, hogy honnan indult, vagy mit építettem bele. Ezt 2006-ban hoztam létre, és ahogy említettem, ott már egy, ha mindent beleszem, akkor kb. 15 éve benne voltam az útban, és egyébként a pszichológus lettem közben, tehát egy masterfokozatú pszichológus voltam, plusz a belső útban benne, és ezért a következő elemeket építettem bele, és a mai napig ezek a kulcselemek. Az egyik az elméleti képzés, ami nyilván egy képzésnél természetes, hogy tanulunk egy elméletet, az azt jelenti, hogy a spirituális tanokat és a pszichológiai tanokat mind áttanuljuk, és utána összekapcsoljuk őket a Ken Wilber féle integrál pszichológia tudatfejlődési modelljében, és más Wilberi modellekben, mint a tudatállapotok, ugye módosult és normál tudatállapotok, pszichopatológia, tehát a mentális zavarok tudását, ugyanúgy kell tudni, mint a spirituális élmények tudását, és nagyon fontos, hogy nem egy ösvény, tehát nem mondjuk csak buddhista szempontból a megvilágosodás, vagy csak jóga, hanem az összes spirituális hagyományt tanulmányozzuk, és mi a közös. És azokat nézzük meg, és összekapcsoljuk az összes pszichológiai főiskola tudásával, és mi bennük a közös, és ugye ebből a szintézisből jön ki az integrál fejlődésmodell, és a tudatállapotok tana, meg még mások, mint a négy kvadráns tana, a fejlődésvonalak, személyiségtípusok, stb. Ez az elméleti rész. Ez az első modul. A második modul az, hogy közben végig, 3 évig, ugye ez 3 éves képzés, önismereti terápiás csoportba járnak a hallgatók egymással.
ez egy kulcs. A személyiség csak úgy tud fejlődni, hogyha csoportba, közösségbe jár, vesző és vagy egyéni bejár, mert a személyiség kapcsolatba jött létre. Tehát az, hogy te milyen vagy, mik a mintáid, hogy kötődsz, hogy kapcsolódsz, hogy kezeled az én határokat, milyen az érzelmi életed, az nem csak úgy magától lett olyan, hanem egy csoportba jött létre, életed első csoportja, ahova jártál, azt úgy hívják, hogy a család. Ugye? És az első terapeutát úgy hívták, hogy anyu. Tehát az a személy, akivel intim, szoros kapcsolatban voltál, és a vele való interszubjektív kapcsolatba alakult a te lelked, az édesanyád volt, utána az kinyílt, ugye ez a V2-es szint úgy hívjuk, utána az kinyílt az apára, anyára, ezt a háromszöget klasszikusan egyébként ödipális háromszögnek hívják a pszichológiában, hogy én, anya, apa, már ott ment egy dinamika, ha voltak testvérek, akkor én, anya, apa és testvérek, aztán a unokatesók, nagyi rokonok, ugye, és ebbe a családi térben, ez már a V3-as szint alakult ki, a személyiséged, a karakter fixációid rendszere. És aztán erre az iskolába ráépült a szerepszemélyiség, V4-es szint, és aztán erre ráépült felnőtt korodba a társadalmi szerepszemélyiség. És egy normális felnőtt ember, ez egy olyan zárt szerkezet, aminek van ez a szerepszemélyisége, a felnőtt réteggel, az iskolás réteggel, alatta a családi betokosodott mintázatok múltja, és az egészről nem is tudunk ráadásul, tehát hogy önismeret hiányosak vagyunk, vagy csak ilyen pici rájövéseink vannak. Úgyhogy ez ennek a megismerése, feltárása és tovább dolgozása, személyiség fejlődés, ugye ahhoz oda kell menni, ahol kialakult kapcsolatba. Ugye csoportba és terápiás kapcsolatba, ebbe a kettőbe tud a személyiség tovább alakulni. És itt van egy óriási tévedés, amit a pszichológiával foglalkozók nem tudnak, hogy azt hiszik az emberek, hogy a technika kell. Tehát gyorsan tanuljunk meg ilyen technikát, olyan technikát, amolyan technikát, én levezetek neked egy ülést, egy módszert, és majd azt fog téged megváltoztatni. Tévedés részben. A technikák, a módszerek oldanak. Tehát lehet, hogy ki tudok szedni belőled 20 perc alatt egy blokkot, egy szorongást, egy oldást. De ez terápiásan két réteg van. A felső réteg a tünetek, tehát az aktuális problémáid, amire a technikák jól hatnak, és a alatta levő réteg az a személyiség, ahonnan egyébként a felső rétegben a dolgok keletkeznek. A személyiséget nem a technikák hatják, mert a személyiséget nem lehet egy-egy gyors húrással megváltoztatni, hanem a személyiség egy kapcsolatba tud időn át változni. Tehát bele kell menni egy kapcsolatba, ez a terápiás kapcsolat, egyéni vagy csoportos, ott eltölteni X időt, általában egyébként éveket, és abban a kapcsolatban ki fognak jönni olyan dolgok, amik a technikázáskor sose fognak kijönni, mélyebb dolgok, és át tudnak dolgozódni. Ezt úgy is hívjuk, hogy korrektív emocionális élmény a pszichoterápiába. Úgyhogy az Integrál Akadémia így van felépítve, hogy a második modulja, az önismereti terápiás csoport, ami 3 évig tart, ott megadjuk ezt a teret, ezt a lehetőséget a hallgatóknak. Tehát tulajdonképpen, aki hozzánk jár 3 évig, az egyszerre tanul elméletben, és egyszerre a gyakorlatban személyiség fejlődik professzionális keretek között. Azért nagyon fontos, ahogy nálatok fel van építve, mert azért ugye most egy olyan információs korszakban élünk, hogy csodák csodájára mindenhez hozzá lehet jutni. Igen. Minden tanításhoz, igen, minden irányzathoz, izmusokhoz, vallásokhoz. Tényleg, hogy most abban mennyi ráadásul a valós, meg mennyi van átfogalmazódva, azt nem tudjuk, de minden elérhető. Viszont emiatt nagyon nagy a káosz és a zavarodottság. Igen. És gondolom a psziché, az meg is mutatja ennek az eredményeit, tehát el tudom képzelni, hogy mire hozzád megy valaki, már nem véletlenül vágyja ezt meg, hogy akkor valamiféle rendet, igen, teremtsünk itt a nagyvilágban, igaz? Igen. Ez igaz. Tapasztalod te is? Tapasztalom, tehát az egyik vonzó dolog az integrálban az lehet, hogy rendet rak a sok féleség káoszában, és meg lesz, hogy minek hol van a helye tulajdonképpen. Tehát két ok miatt jönnek az emberek általában. Van, aki a fejoldalról jön, tehát hogy tudás, rendszerezés, rend és világkép és pszichológiai tudás, és van, aki pedig a fejlődni akarok, ugye az inkább a második modul, amit leírtam, és van egy harmadik egyébként, hogy be tudjuk még fejezni, meg egyszer, szóval 4 van. A harmadik az, hogy kiképezzük őket lelki segítőnek, ugye ezt úgy hívjuk, hogy integrált tanácsadó, tehát ők integrált tanácsadókká válnak, és ez egy 2 éves tréning a 3-ból,
A másodévben lehet oda belépni, az első évben nem, mert miért akarsz lelki segítő lenni, ha még nem demonstráltad, hogy képes vagy és hajlandó csoporton részt venni, megnyílni, dolgozni magadon, egy alaptudást megszerezni, és ha ezen áteste az első év, úgymond beavató évén, akkor a második évtől a harmadikig, tehát két éven át kiképzünk gyakorlatban lelki segítőnek. Ugye azt a fogalmat használjuk, hogy integrált tanácsadó, a terapeuta szót nem használjuk, mert a terapeuta szó az a klinikumra van, a pszichoterapeutáknak és klinikai szakpszichológusoknak, tehát akik az effektív mentális zavarosoknak segítenek a szenvedés csökkenésben és a normalizálódásban. Úgyhogy ezért nem pszichoterapeuta képzés, vagy pszichológus képzés, ugye ezek tiszteletben tartanó fogalmak, hanem integrált tanácsadó képzés, de azt elmondom, hogy a technikák, amiket tanulunk, és a tudás, amit az elméleti modulban tanulunk, az erősen pszichoterápiásan profi. Tehát tulajdonképpen, mert hogy ugyanaz, tehát hogy a beszélgetési módszerek, és hogy lehet a tudatalattiból előhozni dolgokat, ugyanazok a módszerek vonatkoznak akkor is, hogyha egy mentális zavarossal foglalkozunk, meg hogyha egy normál spirituális útkeresővel foglalkozunk, hogy az ő személyiségét fejlesszük. Viszont az, hogy ezt milyen mértékben és hogyan alkalmazzuk, és milyen gondolkodásmóddal, az eltér, és az is, hogy fel kell ismernie egy integrált tanácsadónak, hogy ki az, aki klinikai eset, ezért is tanulnak pszichopatológiát, hogyha valaki viszont neurotikus, személyiségzavaros, PTSD-s, pszichotikus, skizofrén, stb., akkor azt föl kell ismerni, és el kell irányítani a megfelelő szakemberhez. És erre azt szoktam mondani, hogy a lakosságnak egy olyan 10-15%-a mentális zavaros, így klinikailag, és hál' Isten, hogy van egy szakmánk, aki azt kezeli. Na de mi van a maradék 85%-kal? Azt ki kezeli? Na azt az integrált tanácsadók például kezelik. Tehát ez egy olyan klassz cross kategória, amiben benne van a pszichológiai és terápiás tudás, és benne van a spirituális tudás is, és pont arra való, hogy úgymond a normál populációt, és különösen azt, aki önismereti személyiség fejlődni akar, tudatosság útján van, ugye előrefele halad, vagy fölfele halad, azok kapjanak egy milyen megsegítést. Szóval ez a harmadik modul, ezt úgy hívjuk, hogy TK, tehát terápiás kommunikáció tréning. TK tréning, vagy terápiás kommunikáció, itt képezzük ki őket. És a negyedik eleme az Integrál Akadémiának, amit nem a sulin belül valósítunk meg, hanem elküldjük a tanítványunkat valahova, ez a meditációs elvonulás. Tehát csak az nevezze magát integrálosnak, meg integrálisnak, aki legalább egyszer az életéből komolyan meditált, és ez azt jelenti, hogy legalább egy tíznapos csendes és tradícióba levő elvonulásra el kell menni, ami lehet buddhista, lehet keresztény, lehet más hagyományból, tehát mi nem fogjuk bele kényszeríteni őket egy darab iskolába, meghagyva a szabadságukat, viszont minden kultúrában, minden tradicionális kultúrában, ha megfigyeljük az elvonulásokat, ugyanazokat az elemeket hordozzák, mert az emberi psziché ugyanaz, mindegy, hogy indiai, vagy indián, vagy európai, vagy afrikai ember. A pszichéje ugyanaz. Ennél fogva sok nap kell, mire le tud nyugodni az elme, mire kijössz a hétköznapból. Kell egy technika, amit lehet csinálni, ami mélyre visz. És jó, hogyha el mögött van egy hagyomány, tehát hogy tanítóknak a láncolata, akik felhatalmazták a következőt, hogy te taníts tovább. Amit mondasz, hogy nagyon sok kínálat van a piacon, és mindenféle próbálkozás és kínálat, amik közül nagyon sok jó van, meg tiszteletbe tartjuk őket, de amire garanciát lehet vállalni, az a nagy hagyományok. A jóga, a buddhizmus, most nem sorom újra, az iskolái, úgyhogy azt előírjuk, hogy milyen kritériumnak kell megfelelni egy elvonulásnak, javaslunk is konkrét elvonulásokat, ők is hozhatnak ötleteket, és ha megfelel ezeknek a globálisan tipikus kritériumoknak, akkor arra a meditációs elvonásra elmehetnek. És ez viszont kell a tanúsítványhoz, ugye az oklevélhez, amit a végén kapnak, meg a végzettséghez, hogy igenis legyenek ők átmeditált emberek. És innét kezdve rájuk van bízva, tehát egy képzésben nem lehet meghatározni, hogy a személyiség fejlődésedbe hova juss el, vagy spirituálisan mennyire legyél megvilágosodott, mert ezek nem balféltekésen parametrizálható dolgok, hogy akkor két év alatt garantálom, hogy te. Ugye ez
hanem meg lehet tenni dolgokat ezekért, és mi azt írjuk elő, hogy mit tegyünk meg ezekért, és az egyén meddig jut el, meg hova jut, az nagy rétegben függ az egyéni pszichéjétől, karmájától, ugye mindenétől. De egy garanciát azt már most vállalhatok, hogy aki bekerül a sulingba és végcsinálja, az biztos megváltozik az élete. Ezt figyelem látom, mondják, ez nem csak ugye duma, hanem annyira erős ez a négy modul, annyira körbevesz és megdolgoz, hogy az biztos, hogy processzálás lesz, tehát átdolgozódás lesz, fejlődés lesz, sokaknak nagyon erősen megváltozik az élete, az igazság, a tudatosság felé. És a legtöbb ember nincs kész a végén, tehát szeretnék őszinte és igaz garanciát is mondani, hogy azt is garantálom, hogy 3 év végén nem lesz az egész belső utad és megvilágosodott végérvényesen kész és lezárt. Ez természetellenes lenne, de egy nagyot fogsz menni, lehet, hogy életed egyik legfontosabb, legtranszformatív szakasza lesz ez. Ezt mondják a tanítványok, akik átmentek rajta sokan. Egy biztos, hogy itt nálatok valószínűleg a keleti nyugalom és a nyugati izgalom megtalálható. Szeretnék visszautalni arra, amikor mondtad az elején, hogy nem csak az a lényeg most, hogy elméletben tudjuk ezeket, hogy elolvassuk, hogy jaj, de jó, most már ismerem, most már, ha 5-szer elolvastam, már meg is tanultam, éjszaka, ha felébresztenek, felmondom a tanokat, hanem ugye nagyon fontos a gyakorlat. És nem csak az a gyakorlat, amit mondjuk egy elvonulásban, vagy itt nálatok ott a közösségben biztos nagyon jól profin érzik magukat már az emberek, de amikor hazamennek, ugye az ő saját életükbe, be tudják-e vinni valahogy, be tudják-e integrálni oda is. És ugye neked nagyon fontos az, hogy ha jól értem, hogy nem csak ez az egyéni elvonulás van, most már egyénileg gondoskodok magamról, szeretnék fejlődni, hanem te kiterjesztetted ezt, úgymond, amit Szepes Mária néni mondta mindig, hogy csak egyéni megváltás van, kollektív nincsen. De ugye már Jung is foglalkozott azzal, hogy már pedig van kollektív tudattalan, van kollektív energia, hát ahogy össze vagyunk kötve, nem is választható el ugye végső soron egyénekre az egész rendszer, hogy te fejedbe vetted a kollektív megváltás lehetőségét, ezen az úton vagy? Én úgy gondolom, hogy az emberiség egy transformáció megy át, egy új korszak, új tudatosság jön. Nyilván nem én gondolom, csak így, hanem sokan így gondoljuk. A 70-es évek óta erről szól a posztmodern kultúránk, ugye az új korszak, a New Age, aminek van jó jelentése, rossz jelentése, de a lényege az eredeti üzenete, hogy új korszak jön. Ebben nagyon sokan hiszünk sokféle módon. Mellesleg mindig új korszak jött. Tehát ha belegondolunk, akkor a történelem folyton egy újabb korszakban megújította egymást. Csak most már azt is látjuk, hogy ezek nem csak techno-ökonomiai korszakok, tehát nem csak arról van szó, hogy a kőkorszak után jött egy bronz, és akkor utána meg jött a ókor, és tehát általában csak úgy nézzük, hogy épületek, tárgyak, társadalmi berendezkedés a klasszikus tudományok szerint, de a pszichológia megjelensolta, azt látjuk, ezek tudati fejlődési korszakok is. Tehát innét jönnek a Wilberi szintek egyébként, hogy az eltérő korszakokban, eltérő tudatossági szinten vagyunk, és a spiritualitásban is mondjuk ezt, a postmodern New Age spiritualitásban, hogy tudatszint, csak ott semmi jelentése nincsen, vagy kevés definíciója van, vagy nagyon metaforikus. Tehát most mondhatjuk, hogy vízöntő korszak. Én is mondtam, megmondom, meg hiszek benne, mert átáll a csillagosség a vízöntőre 2100 évre, de ezek pszichológiailag nagyon elnagyolt fogalmak. Akkor is, ha most adok egy listát a vízöntő jellemzőiről, ennél a pszichológia sokkal pontosabb emberi kapcsolati szakaszait írja le a fejlődésnek, ugye, ami kezdődött a gyermekélektannal és kutatásokkal, hogy akkor pontosan, hogy gondolkozik, észlel, kapcsolódik, tájékozódik, stb. Egy ember egy évesen, két évesen, 3, 6, 7, 8, 10, 12 és a felnőtt fejlődés szakaszaiban, és ezek azok a szakaszok, amik kivetülnek. Tehát egy középkori társadalom, a Wilberi 4-es, az a 7-től 12 éves korú ember tudatállapotának felel meg. Pontosan le van írva, hogy ott ugye a fiatal gyermek, vagy a idős gyermek, vagy kiskamasz akkor mit tud. Ugye ezek nemzetközileg kutatott, kultúrközileg validált, tehát egy indiai gyerek, egy magyar és egy amerikai ugyanazon megy át. Tehát ugye a szakma már tartott, hogy már nem is csak mondjuk eurocentrikus a szakma, hanem globális.
És ezeknek a kivetülése egy emberiség korszaka, tudod? Ahogy a mostani modern korszak, az pedig a 12 éves kor után a kamaszkorba jutunk el a racionális absztrakt gondolkodásig, ami átalakítja az emberi kapcsolatainkat is független felnőtté, és emiatt jött létre a felvilágosodás és a demokrácia, és a modernizmus és a tudomány, ennek a belsőnek a kivetülése. Ilyen szempontból egyet tudok érteni egyébként Szepes Máriával, hogy a nap végén a te fejlődésed és a te megvilágosodásod a tied, tehát vagy megléped, vagy nem, viszont és van, tehát nem vagy, vagy egyéni, vagy kollektív, hanem és bizony, ahogy Jung is rávilágított, bele vagyunk rakva egy kollektív mezőbe, egy kollektív tudatmezőbe. Szerintem a Jung egy előfutár volt, ugye a következő nagy hullám az a Hellinger volt, aki a kollektív mezőről beszélt. Ő még a családi mezőről beszélt, nagyon jól tette egyébként, én pedig, meg sokan, de én is kitágítjuk ezt a mezőre. Tehát nem csak a mezőnek nem csak olyan része, hogy a családi régmúlt titok, nagymama megcsalta nagypapát, és emiatt egy minta van bennem, ez is van. Ez egy nagyon speciális szegmens a spirituális vagy tudati mezőnek, de ez egy olyan mező, ami itt és most van mindenki között, mint itt és most mindenkit összeköt, és ez az a kollektív tudat mező, ami fejlődéseken megy át, amiben most egy új korszak jön. Ilyen szempontból a kollektívet is, ha alakítjuk, emeljük, akkor az visszahat az egyénire. Viszont az egyéni munkát nem lehet megsporolni, és pont úgy fog a kollektív mező alakulni, hogy az egyéneket alakítjuk benne. Tehát ma már nem úgy kell elképzelni sem a spiritualitást, sem a megvilágosodást, sem ezt a emelkedett tudati létet, hogy egy ilyen nagyon magányos, nagyon nem elszigetelt út, hanem te építesz azokra a kapcsolatrendszerekre és az emberek közötti interakciókra. Igen, ezzel, amit most mondtál, tulajdonképpen meg is fogalmaztad az új spiritualitást. Az új spiritualitásnak a lényege, hogy a kapcsolatokba kell belevinni a spirituális elveket, és ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát a legtöbb spirituális útonjárónál hasadás van, pont azért, mert nincs terápia. A kapcsolatokban csak úgy fogod tudni bevinni a spiritualitást, ha van terápiás munkád is. Csak elvi szinten nem fog menni, azzal megismételjük a vallást. Amikor elmegyünk Krisnásnak, vagy elmegyünk egy joga hagyományban, mint szabad, független nyugati gyakorló, és azt hiszük, hogy mekkora posztmodernek vagyunk, meg új korszakosok, nagyon könnyen abba találhatjuk magunkat, hogy igazából megismételjük a vallást. Akkor is, ha nem vagyunk vallásosak, de a kapcsolati viselkedésünk, meg a hozzáállásunk tulajdonképpen a vallásosság újra csomagolása lesz. És látod, én a kapcsolatokra figyelek, tehát a vallás alatt nem feltétlenül azt értem, hogy egy dogmába hiszek, másban nem hiszek, csak ebbe a középkori dogmába. Nem ez a lényeg, ez a vallásosságnak a kognitív lényege. De az emberi kapcsolati lényege, hogy alá-fölé rendelt viszonyba megyünk, elfolytunk, arra használjuk a spiritualitást, hogy megpróbáljuk kiküszöbölni a rosszat és növelni a jót, ami pszichológiailag nem más, mint az elfolytás és a hasítás és az idealizációnak a megerősítése. Ahhoz, hogy igazán spirituálisak legyünk, ahhoz nem kiküszöbölni kell a rosszat magunkba, hanem belemenni a rosszba magunkba, megélni azt, kifejezni terápiás térbe, megérteni, hogy miért van ott, és integrálni annak a tartalmait. Ugye ezt Jung is leírta, úgy hívta, hogy árnyékmunka. És azt mondta, hogy aki kifele néz, az álmodik, aki befele néz, az felébred. És aki befele néz, az nem csak fényt és szeretetet fog látni, hanem dühöt, féltékenységet, fájdalmat, szorongást. A normál ember, minden ember meg fogja magába találni a gyilkost, én soha nem ölnék. De menj el meditálni, és 10-20 nap után a csendből majd előjön a gyilkos düh érzés belőled, mert része ugye a tudatalattinak. Meg fogod találni magadban a késóvárt, meg fogod találni magadban a pitiáner irigy embert, aki nagyon önzően magának akarja. És amíg ezeket át nem dolgozott belül, és csak a spiritualitás szép oldalára figyelsz, addig ezeket öntudatlanul a szőnyeg alatt meg fogod valósítani a kapcsolatokban, anélkül, hogy észrevennéd. Ugye ez, amikor a tudatalatti, meg az árnyék kiszivárog, és kontrollálatlanul. Ezt a buddhizmus úgy hívják, hogy avidzsá, ami azt jelenti, hogy nem tudás. Avidzsá, nem tudás. Hogy egyrészt nem tudjuk mi az, hogy felébredettség, mert elfelejtettük. Másrészt pedig nincs önismeretünk, az is avidzsá, hogy hogy működik a pszichénk, a belsőnk. Úgyhogy ebből
régen úgy volt vidzsá, ugye tudás, hogy csukd be a szemed, egyedül figyeld meg, ma meg úgy van, hogy ezt is csináld meditációs mellette, az önismereti terápiában kapjál visszajelzést és facilitációt és átdolgozási tereket. Bence, olyan csábító ez az egész, amiket mondasz, olyan csalogató, szerintem mindenkinek kedve támad arra, hogy egy kicsit megismerje ezeket a tanításokat, egy kicsit önmagát rendbe szedje. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben az embernek volt egy ilyen kis pihenő ideje arra, hogy ezeket esetleg észrevegye, és egy olyan fajta belső igényük kialakuljon arra, hogy hát még én kezdhetek magammal valamit. Holott az élet az nem egy bank, ami arra vár, hogy vegyünk, raboljunk ki belőle valamit, de mégis nagyon sok helyen megfordultál a világban. És hogy látod ezt a jelen pillanatot? Az ember megteheti-e luxus módon azt, hogy nem foglalkozik ezekkel? Megteheti az ember, hogy ugyanúgy él tovább, ahogy eddig, ugyanúgy a tudatlanságban, ugyanúgy az ösztönnei szerint túlél, vagy adott esetben kicsit többet tud meríteni a húsos fazékból? Vagy pedig vannak-e esetleg olyan figyelmeztető jelek, hogy most ez szükséges? Tehát, hogy meg kell azt tegyük, ezt a fajta személyiség generált, hogy olyan emberekké tudjunk válni ezen keresztül, amivel talán a bolygó is megmarad. Hát ugye a szabad akarat van, tehát hogy igazából talán a te és az én szempontomból, meg aki hasonlók, ők azt mondhatnánk, hogy kell, most ez kell, vagy ez kell a fejlődéshez, ilyen értelemben kell, de olyan értelemben nem kell, hogy az emberekre ez rá van bízva, és nem tartunk ott az evolúcióban, hogy ez mind a 8, nem tudom, most 7 vagy 8 milliárd embert kell én mondani, mert elég gyorsan szaporodik a Föld, mondjuk 7 milliárdan vagyunk kb. Tehát, hogy mind a 7 milliárd ember nem tartott, hogy személyiségmunkát végezzen, vagy önismeretet, vagy szóval az integ az annyira tényleg a fejlődés frontvonala, hogy sokaknak még azt is nehéz beengedni, amiket mondok, hogy kéne önismereti terápia a spiritualitásuk mellé. Tehát újra és újra néha belém akadnak jelenkori ismerőseim, vagy spirituális gyakorlók, hogy a fenékkel a pszichológia az butaság, elég csak transzolni, révülni meg. Tehát, tehát van, aki eljutott már oda, hogy igen, foglalkozik lelkével spirituális módon, van, aki odáig se jutott, de az integrál üzenet az egy kicsit tovább megy, hogy pszichológiai és spirituális módon egyszerre. És van az, aki meg egyáltalán nem foglalkozik a belső úttal a lelkével, tehát nincs ráébredve, hogy ez tényező, vagy ez fontos. Ez a normál egyébként ember, tehát ugye a tévét, ha kinyitod, akkor hányszor látod benne elmondva ezeket, sehányszor, kivéve az olyan adásokat, mint ez. Ugye, de mondjuk a fősodrású, általában kereskedelmi tévék, vagy állami tévék nem szoktak erről beszélni, tehát a látszólagos, hivatalos közvalóságban ez a narratíva még nincs benne. Ettől persze szépen történik. De mi úgy beszélgetünk, hogy egy nyugati európai országban ülünk. És ha bemész mondjuk, ami a V5 egyébként, tehát a racionális, demokratikus civilizáció, de az emberiségnek csak a maximum 30%-a van ezen a szinten, a 70%-a az evolúciósan egy korábbi szinten van a V4-en és az alatta levő szinteken. Nézd meg a Közel-Keletet, nézd meg Afrikát, nézd meg Latin-Amerikát, tehát ott például mondjuk a Közel-Keletet nézzük, akkor ott egy tradicionalista kultúra van, ahol a vallás a főigazság, és a tisztán elnyomók és elnyomottak, a tiszta azt jelenti, hogy tisztán le van osztva a kártya, hogy van, aki az úr, van, aki a szolga, van, aki az elnyomó, van, aki az elnyomott, egy dogma van, érted, azt kell követni, és akit nem, azt levágjuk a karját, vagy lefejezzük, ugye ezeknek a szélsőségessége a terrorizmus. Hát azoknak az embereknek egyszer nem fog a fejébe fölmerülni, hogy személyiségfejlődés, meg ilyen dolgok, ugye? És mindannyian ilyenek voltunk, tehát a középkori Európa és az ókori világ ugyanott tartott a V4-en, az autoriter vallásos társadalmakba. Tehát az, hogy egyáltalán fölmerül a személyiségfejlődés, ahhoz kell a V5-ös szint, a független, felnőttek, racionális, tudományos világa, érted, ahol hirtelen szabadok vagyunk, és nem csak azt ismételgetjük, hogy Jézus Krisztus a megváltóm, és a Máriaimat mondjuk, érted, vagy éppen a Krisnát, vagy épp a Buddhát, érted, a vallásos működés helyett szabadságunkba áll gondolkozni, és megfigyelni magunkat, egymást, és erről szabadon beszélni.
Ezt egyébként Freud találta ki. Hát és ha mi magunk ezt nem végezzük el, tudatosan választott segítőkkel, igen, akkor majd elvégzi más. Így van. Így van. Bence, én tudom, hogy nagyon sokan jelentkeznek hozzátok, de hogy néz ki az iskola? Tehát ez mikor indul? Ugyanúgy egy ilyen, mint a többi iskola, hogy mindig szeptemberben. Ugyanolyan, tehát mindig szeptemberben indul az iskola, és 3 évig tart, tehát ugye ez 3 éves képzés. Ha valaki menet közben ki akar szállni, akkor kiszáll, tehát szabadon lehet jönni, menni, vagy halaszt, tehát az emberek 90% azért megcsinálja, vagy 70 és 90 között szokott lenni a reális aránya, ha elkezdésbe is fejezi. És egy tanulási év az szeptembertől júniusig tart. Tehát pont most hétvége lesz a vizsga hétvége az IP-seknek, arra készülnek sokan, és akkor nyári szünet. Bence, én nagyon nagy szeretettel gratulálok neked, hogy ezt az egészet felépítetted, hogy mennyi türelem, nem tudom, hogy mivel küzdesz, te biztos, hogy nem olyan könnyű, mint ahogy az ember idealizáltan elképzeli azt, hogy neked már nagyon jó lehet, és te már csak így osztod tovább, és adod át az ismereteket, nyilván egy ilyen iskolának a fenntartása, működtetése, gondolom meg annyi problémával és küzdelemmel is jár. Sok erőt kívánok neked, és hogyha megengeded, akkor még egy beszélgetést szeretnék arról veled, hogy az, hogy egyáltalán létre kellett, hogy jöjjön egy ilyen iskola is, ahhoz, hogy egyáltalán a megvilágosodás mint egy cél megjelenjen, hogy miért történik ez, hogy annyira, akkora kortünetünk van, egy pszichopatológikus események és állapotban vagyunk, amiből ki kell még jönnünk, de ezt majd egy következő beszélgetésben szeretném veled megtárgyalni. Még hogy mondjak valamit, hogy szeretném a tímemet is megemlíteni, az Integral Akadémia szervező tímjét, és megköszönni a munkájukat, mert ugye velük együtt tud működni, és persze a tanároknak is szeretném megköszönni, kb. 40 tanár tanít nálunk, tehát hogy ez elég nagy team, és egy cég vagyunk, egy szervező csapat, aki ezt, és a team nagyon jól végzi a munkáját, és ennek megfelelően szerencsére nekem már nincs annyira sok mindennapi gondom ezzel, mint az első 3 évben, amikor felépítettem, amikor mondjuk 6 hetente egy szabad napon volt 3 évig, minden hétköznapi nap és minden hétvégi nap dolgoztam. Az első házasságom erre is ment rá, úgyhogy hogy az én utamban benne van komoly áldozat is, meg úgymond fizetség is, meg tanulás. Tehát a második házasságomban már azt tudtam bevinni, mint érettebb férfi, amit az elsőnek a szívásai által tanultam meg, hogy akkor hogy kéne egy 1.0-ás férje helyett, még egy 2.0-ás odafigyelőbb több időt, de ez nem csak a szándékon múlik, hanem ha elkezdesz egy ilyet fölépíteni, akkor azt nem lehet 8 órába. Tehát ez nem úgy működik, hogy reggel 8-tól 6-ig csinálom, aztán utána pihengetek. Tehát egy teremtés az nem ilyen, hanem az egy alkotói folyamat. Ahogy egy szülést azt mondani, akkor most 9-től 10-ig megszülök, aztán tévézzünk, hanem az amíg tart, ez van egy folyamata. És egy ilyennek a megszülése és felépítése ugyanilyen volt. De most már sok éve egy jó team szervezi, intelligensen, együtt gondolkozva, és ennek megfelelően sok másra is marad időm. Tehát én nem csak ezzel foglalkozom, hanem ez tovább tágul, de ezt talán majd máskor átbeszéljük, mert most ugye az Intára fókuszáltam. Milyen korosztály egyébként, akik jelentkezhetnek, kiket vártok? Tulajdonképpen érettségi a feltétel, tehát van, hogy van valakinek érettségie. Tehát általában 21-től mondjuk 75-ig szoktak jelentkezni. Tehát az élet teljes spektrum, a férfiak, nők, fiatalok, középkorúak, idősek mind járnak. Bence, nagyon sok tanítványt kívánok neked. Tényleg nagyon-nagyon jó lenne mindannyiunkra visszahatással is, hogyha sokan végeznék ott nálad. Köszönöm. Ezeket el. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra. A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu